Sziasztok, Angi vagyok, és én tartom a mai első bevezetőt. Néhány éve, mikor elkezdtem a Dharma beszédeket hallgatni, és láttam, hogy van ez a bevezetős történet, így elgondolkoztam, hogy ha én egyszer eljutok ide, és netán egyszer bevezetőt kell tartanom, miről beszélnék. Így ez ilyen nagyon távoli, elképzelhetetlen dolognak tűnt, de így eljátszottam a gondolattal, hogy mégis miről beszélnék. Na, hát nem arról fogok. A csendről fogok beszélni. Nem maradok csendben. Ezt meghagyom ilyen időtebb zengyakorlóknak, akik nem röhögnék végig az egészet. De mi most itt 10 napot csendben töltünk. Többnyire. És számomra ez a csend most elég érdekes tapasztalat, mert eddig, mikor jöttem elvonulásra, kintről jöttem be, otthon készültem, összepakoltam, bementem Debrecenbe, onnan fel Pestre, onnan Esztergomba, itt megvártam a transfert, és így mire ide értem, így elcsendesedtem, beállt, hogy na, akkor most így elkezdődik a gyakorlat, és így felvettem egy ilyen komoly, de azért kedves, elvonulok, ne szólj hozzám arcot, és ezzel így elvoltam a gyakorlat végéig, aztán hazamentem, úgyhogy a gyakorló társaim közül úgy egy nevet nem tudtam volna felidézni, nem cseréltem elérhetőséget senkivel, nem lett el a Facebookon ilyen zenes ismerősökkel, hanem így hazamentem. De most ez más volt. Most volt szerencsém itt tölteni a nyár nagy részét segítőként, és megismerhettem az ittenieket, a templomi életet. Többetekkel már többször is találkoztam, és most az elvonulás előtt sem mentem haza, hanem így 3:30-ig dolgoztam templomban szokás szerint, aztán így 4-kor beültem a Dharma terembe, és így kezdődött. És más volt, nehezebb volt felvenni az elvonulás fonalát úgy, hogy ismerősök vettek körül, akikkel napi szinten rendszeresen kommunikálok. Tehát így ez a 10 nap nekem eddig, ami eltelt belőle, arról szólt, hogy mi a helyes csend. Hogy mi az, amikor megszólaltam és meg is spórolhattam volna, vagy mi az, amikor nem szólaltam meg, de az segíthetett volna. Erről egyébként, hogy mikor kell megszólalni, eszembe jut egy történet. Néhány éve egy jogatáborban voltam a Balatonnál, és hát ez egy ilyen nyári tábor volt, családias, nem volt kötelező csendgyakorlat, de opcionálisan lehetett csendgyakorlatot választani, ami abból állt, hogy kitűzőre kiírtad, hogy Mauna, és akkor az emberek tudták, hogy te csendet gyakorolsz, és nem szóltak hozzád. Már aki. És egyik reggel hajnalban így kimentünk a Balatonpartra, így napfelkeltét nézni, napüdvözletet gyakorolni, és ugye hűvös volt, és betakaróztunk. És hát ez néhány éve történt, ugye? És a közeli szállodából valaki kihívta a rendőröket, hogy itt vagy 150 arab így megkafelé imádkozik a Balatonparton. És így mikor kiértek a rendőrök, már így szerelőzködtünk össze, és megszólítottak egy hölgyet, nem mellesleg szőke kékszemű hölgyet, hogy mi mégis mit keresünk itt, vagy mit csinálunk, de a hölgy éppen csendnapot tartott, és így rámutatott a rendőröknek, hogy Mauna, és továbbment. Tehát, hogy ez nem a helyes csend szerintem. És ez most egy ilyen extrém példa, de azt érzem, hogy valahol én is ezt a túlfeszítés, túllazítás dolgot játszom itt, hogy van, hogy túl sokat szedek, és úgy kell letuszkolni a végén, még a tejázás alatt, és van, hogy így túl keveset, és már egy óra múlva így nézelődöm a konyha környékén, hogy mi is lesz a következő.
Aztán van, hogy így túlfeszítem az ülést, hogy azért sem mozdulok meg, ha három tüsszentést folytottam vissza, és így nagyjából így tudjuk, mi történik az arcomon. Vagy van, hogy így szétvergődöm az egészet, és így épp, hogy fejen nem álltam a meditáció alatt, de hogy minden történt. De ezek az én szélsőségeim. De úgy gondolom, hogy valahol a gyakorlat, vagy ez a törekvés, amiről Anti is beszélt a múltkor, ez így, ez is, hogy látjuk, hogy merre csúszunk ki, hogy minek vagy kinek engedjük meg, hogy kimozdítson a középpontban. Nyilván nem egy ilyen ellenőrzés mániára gondolok, csak egy látás, hogy látjuk, hogy most erre tértem ki, most arra billentem. És ez a hely, és ez a gyakorlat, amit itt végzünk, nagyon nagy tükör. Szerintem ilyen, tudjátok, ez a szemöldökszedős tükör, ami így nagyít is mellé, mert így minden kis zavargást, vagy mozgást így, ami belül történik, azt így nagyon felerősít. Tehát így kint a világban így el vagyok, hogy amúgy így nagyjából minden jó, lehet, hogy itt egy kicsit még kellene dolgozni, meg ott is kellene dolgozni, de így minden jó, és akkor így bejövök ide, és így az arcomba tolja, hogy ja, hát akkor így csinálj is valamit. És az, hogy ebből a gyakorlatból így mennyit viszünk ki, ez ugye mindenkinek napi rendjétől, életrendjétől függ. De az, hogy ebből a látásból, vagy rálátásból mennyit viszünk ki, és a gyakorlat által tartunk meg egy darabig, aztán visszajövünk, szerintem az úgy az igazi kérdés ebből a szempontból. És én itt az utóbbi napokban ezt figyeltem, hogy mikor, merre billentem. És úgy érzem, hogy így a saját botladozásaink megfigyelése, vagy látása így együttérzést ébreszt bennünk a mások botladozásai iránt, vagy könnyebben elviseljük őket, jobban elviseljük mondjuk mások érzelmi amplitúdóit, hogyha látjuk, hogy ezek bennünk hogy működnek. És talán az eddigi csekély tapasztalataim alapján erről szólhat a gyakorlat. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy együtt végezzük ezt. Jó így rátok nézni, így összekovácsolódtunk a csendben. És köszönöm a reziknek is, hogy nap mint nap dolgoznak értünk. Most már látom, hogy milyen munkát. És persze Szunémnak mindent. És köszönöm, folytassuk a hátralévő időben ezt a gyakorlatot.